A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük, testvéreim, a 119. Zsoltár első versét. A 119. Zsoltár így kezdődik: az oly emberek nyilván boldogok, akik igazsággal járnak életükben. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyve 119. részének 89. és következő verseiben. Ülve hallgassuk az igét figyelemmel. Olvasom Isten igéjét a Zsoltárok könyve 119. részének 89. és következő verseiből. Uram, a te igéd örökké megmarad, szilárdan, akár az ég. Nemzedékről nemzedékre megmarad igazságod. Megszilárdítottad a földet, ezért áll. Döntéseid szerint áll ma is, mert téged szolgál a mindenség. Ha nem törvényed gyönyörködtetne, elpusztulnék nyomorúságomban. Sohasem felejtem el utasításaidat, mert azokkal éltetsz engem. Tied vagyok, szabadíts meg, hiszen utasításaidat kutatom. Arra válnak a bűnösök, hogy elpusztíthassanak, de én intelmeidre figyelek. Látom, hogy vége lesz mindennek, ami megvan, de a te parancsolatod végtelen. Mennyire szeretem a te törvényedet, egész nap azon elmélkedem. Bölcsebbé tesz ellenségeimnél a te parancsolatod, és enyém marad örökké. Minden tanítómnál okosabb lettem, mert intelmeiden elmélkedem. Értelmesebb vagyok a véneknél, mert megfogadtam utasításaidat. Nem lépek lábammal semmilyen rossz útra, hogy megtarthassam a te igédet. Döntéseidtől nem tértem el, mert te tanítottál azokra. Milyen édesek ínyemnek ígéreteid, édesebbek, mint számnak a méz. Utasításaid értelmessé tettek, ezért gyűlölök minden hamis ösvényt. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Isten áldja meg a hallott igét, hogy a szívünkig éljen, és formálja az életünket. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, szerető mennyei atyánk, ezen a reggelen elsősorban a te igédért magasztalunk téged. Köszönjük, hogy te a mindenható Úr, ennek a világnak teremtője és irányítója, egyáltalán szóba állsz velünk nyomorult embergyermekeiddel. Köszönjük a te írott igédet, köszönjük, hogy gondod volt a Bibliára, s megőrizted azt évezredeken át. Bocsáss meg, ha csukva marad a Bibliánk.
Bocsásd meg, ha sokszor csukva marad a szívünk a te igéd, hívásod, ígéreteid előtt. Bocsásd meg, ha sok mindenkinek a véleményére többet adunk, mint a tiédre, vagy talán nem is érdekel bennünket, hogy mi a te terved velünk, mit tartasz igaznak és mit hamisnak. Isten, légy irgalmas nékünk, bűnösöknek. Annál inkább köszönjük, atyánk, hogy most is magad elé engedsz minket. Segíts ezt komolyan vennünk, hogy a te színed előtt állunk most mindnyájan. Köszönjük, hogy te, aki egyedül tudsz rólunk mindent, mégsem vetsz el magadtól, hanem szeretettel fogadsz. Sőt, szeretettel hívogatsz, sokkal közelebb annál, mint ahol most vagyunk. Köszönjük, hogy közel engedsz magadhoz Jézusért. Köszönjük, hogy az ő kereszt áldozatára nézel, és rajtunk könyörülsz meg. Segíts most úgy hallgatnunk a te igédet, mint amit valóban te mondasz nekünk. És legyen ez az ige mindannyiunk számára vigasztalássá, bátorítássá, útmutatássá. Hadd legyen közös tapasztalatunk az, amit most olvastunk, hogy a te igéd világosság, aminek a fényénél lehet tájékozódni, aminek a világosságában megismerhetünk téged, önmagunkat és a számunkra kijelölt feladatainkat. Könyörgünk hozzád azokért, akik gyászban vannak most. Kérünk, segíts túllátniuk a könnyeiken és az emlékeiken. Hadd lássanak téged, életnek és halálnak diadalmas urát, aki megígérted a benned hívőknek, hogy örök életet ajándékozol nekik. Hadd tartozzunk mi is ezek közé. És kérünk, hogy a te szent lelked adjon a mi gyászoló testvéreinknek igazi vigasztalást, békességet és élő reménységet. Kérünk, ajándékozz meg mindnyájunkat most a veled való találkozás csodájával, és a te személyesen hozzánk szóló, gyógyító, teremtő igéddel. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét a Zsoltár szavaival hirdetem, amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el tőlünk minden bűnünket. Amen. Maradjunk így ülve, és egy pillanatra még csöndesedjünk el. Kérünk Istenünk, hallgasd meg az énekben elmondott kérésünket is, és legyen szabad most hozzánk. A te szent lelked pedig tegye számunkra személyessé és meggyőzővé hozzánk szóló igédet. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a Lukács evangélium a 8. részének 11-től 15-ig terjedő verseiben így olvashatjuk. Jézus Krisztus tanítása ez. A példázat ezt jelenti. A mag Isten beszéde. Akiknél az út félre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklásföldre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük, ezek hisznek egy ideig, de ha megpróbáltatást kell szenvedniük az ige miatt, elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, a gazdagság csábításai és élvezetei megfojtják azt, és nem élelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják,
és gyümölcsöt teremnek álhatatossággal. És néhány mondattal később Jézus így summázza az egészet: vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok. Kedves testvéreim, március első vasárnapja a protestáns gyülekezetekben hagyományosan a Biblia vasárnapja. Ez azt is jelenti, hogy ilyenkor különösen hálát adunk Istennek az ő írott igéjéért, a Bibliáért, és megújulunk abban a törekvésünkben, hogy minél többekhez eljuttassuk a Szentírást. Itt a mi írott terjesztésünkben is folyamatosan vásárolható különböző méretű és fordítású Biblia, többféle bibliaolvasó kalauz. Javasolom a testvéreknek, hogy kezdjük el ma rendszeresen olvasni az igét. A kalauz abban segít minket, hogy ahol tegnap abba hagytam, ma ott tudjam folytatni. Némelyikben egy kicsi magyarázat is van, és nagy lehetőség az, hogy mások kezébe is Isten igéjét odaadjuk. Csak zárójelbe szeretném megjegyezni, hogy nincs többféle Biblia. Ezzel a hiedelemmel még az elmúlt napokban is találkoztam. Egyetlen Biblia van. Ez a könyv, ennek meghatározott szövege van. Csak ezt a szöveget, amit eredetileg héberül, illetve görögül írtak, többször lefordították magyarra is. És a fordítások között annyi különbség lehet, hogy amit 400 évvel ezelőtt fordítottak, ott azt írták, hogy vala, amit 20 évvel ezelőtt fordítottak, ott meg azt írták, hogy volt. Vagy az egyik azt írta, hogy Isten nagyon irgalmas, másik meg az, hogy Isten nagyon kegyelmes. Most aki ráér, vitatkozhat azon, hogy mi a különbség a két szó között, de tartalmi különbség nincs, nincsenek bibliák. A Bibliának van sokféle fordítása. Zárójelbe zárva. A Bibliáról több szempontból beszéltünk mi a közelmúltban. Volt szó arról, hogy mit kell tudnunk a Bibliáról, mint könyvről. Volt szó a Szentírás isteni ihletettségéről. Beszéltünk Isten igéjének a természetéről, hogy mi jellemzi azt, miben különbözik az emberi beszédtől. Ma Jézus Krisztus példázata alapján arról szeretnék szólni, hogy hogyan olvashatjuk a Bibliát, és hogyan hallgathatjuk annak a magyarázatát jobb hatásfokkal, vagyis több haszonnal. Mert a legtöbben sokszor olvastuk már a Szentírást, és nem tudnánk megmondani, hogy hány igehirdetést hallgattunk, de hova lettek ezek a bibliai szövegek és ige magyarázatok? Miért nem látszik meg belőlük több az életünkön? Hogyan lehetne hasznosabban forgatnunk Isten igéjét? Jézus ebben a példázatban az ige sorsáról ad tanítást. Sokféle fogadtatásban részesülhet Isten beszéde, és attól függően lesz hasznos valakinek az életében. Az ókori földművest állítja elénk Jézus, aki éppen vet. És akkor még nem géppel vetettek, hanem így marékkal szólta a vetőmagot a földműves, mégpedig a tavalyi tarlóra. Tehát az ókori földműves nem szántóvető volt, hanem vetőszántó. Előbb kiszólta a magot, és utána jött a kis faeke, és legfőjebb 20 centi mélyen megforgatta a földet, és így a mag bekerült a földbe. Így eshetett meg az, amiről Jézus példázatában szó van, hogy az aratás óta többen átgyalogoltak a szántóföldön, rövidítve az útjukat, és kis ösvényeket tapostak ott ki. Az ilyen letaposott ösvénykére is kerülhet mag, miközben szólja a földműves. Aztán a palesztínai föld nagyon köves, volt olyan, hogy úgy tűnt, hogy föld az, de az 1-2 centis föld alatt kődarabok voltak, oda is került mag. És a tavaly kikelt gyomok is elszólták a magjukat, az is ott maradt, az is kikelt a gabonával együtt. Így kerülhet a gyomok közé is mag. De voltak tiszta, jó, termékeny részek is,
oda is került maga. A négyféle szántóföldről szóló jézusi példázat azt szemlélteti, hogy többféle fogadtatása lehet Isten igéjének. Tudnélik, ezt a példázatot Jézus meg is magyarázza. Azt mondja, hogy a mag az Isten beszéde. És akinek a szívébe belehullik ez a jó mag, vagyis aki befogadja Isten igéjét, abban az kikel és kalászt növel, vagyis kifejti a munkáját, átalakítja az ilyen ember életét. Még azt is megemlíti Jézus a Máté evangéliuma leírásában, hogy a magvető az maga az Isten fia. Tehát minden igaz igehirdetés végső alanya maga az élő Jézus Krisztus. Ő szólít meg bennünket, amikor idejövünk, ezzel a tisztelettel jövünk-e. Nem az igehirdetőt kell itt tisztelni, az igehirdető is megalázza magát az Isten fia előtt, akitől várjuk az életünket formáló igét. De tudatos-e ez bennünk, hogy itt maga Jézus szólít meg minket, veszi munkába az életünket, és akar nekünk ajándékokat adni. Vele lehet itt találkozni. Azért fejezi be a példázat magyarázatát ezzel, vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert ő nem azért szól hozzánk, mert beszélhetnékje van, hanem a mi érdekünkben mond életfontosságú információkat. Ezért, akiben tudatos, hogy ő szólít meg, és nekem fontos az, amit mond, az egészen másként fogja hallgatni. Nagy felelősség Bibliát olvasni és igehirdetést hallgatni, és óriási nagy lehetőség. Ezért fontos, hogy mi lesz az ige sorsa. Milyen talaj a mi szívünk, amibe belehullik, vagy csak ráhullik az ige, és soha nem lesz belőle semmi. Hiszen ilyen is van, hogy valaki teljesen érintetlenül megy haza egy Isten tiszteletről. Oda se figyelt közbe, semmilyen nem emlékszik utólag, hogy miről volt ott szó. Sokszor el vagyunk foglalva a magunk gondjaival, gondolataival, ez is előfordulhat. Előfordul az, hogy emlékszik rá, az értelmének a felszínéig eljutott, de nem szivárgott le a szívébe, nem lett belőle cselekedet, életváltozás, nem fejtette ki az ige a maga munkáját, vagy nem engedelmeskedett neki. És aztán van olyan is, és nagyon sokan be tudnánk erről számolni, hogy valaki hallgat egy ige hirdetést, és úgy megy haza, hogy Isten engem megvigasztalt. Másik meg úgy megy haza, hogy most már látom, hogy mit szoktam rendszeresen elrontani. A harmadik meg tanácsot kapott egy nehéz döntéséhez. Ezt fogom csinálni, mert Isten ezt mondta nekem. Hogy Isten? Hát ott egy valaki beszélt, sokszor nagyon gyarló módon. Na de ez igazán, amit Jézus mond, hogy a magvető az Isten fia. És aki eleve úgy jön ide, hogy Uram, én tőled szeretnék hallani valamit, mindegy, hogy kimegy föl a szószéke, te szólj hozzám, az sokkal többet visz magával, és az ilyen ember tényleges segítséget kap Istentől újra és újra, amikor olvassa a Bibliáját, vagy hallgatja az ige hirdetést. Ebben a példázatban Jézus kicsit elrejtve nagyon hangsúlyozza azt a két fontos munkát, amit csak Isten igéje végezhet el mindannyiunk életében. Ez pedig bele van rejtve az első eshetőség magyarázatába, amikor Jézus azt magyarázza, hogy kik hasonlítanak ahhoz, amikor a mag az ösvényre esik, és nem lesz belőle semmi. Akiknél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Vagyis, ha nem ragadja ki a szívükből, akkor megvan a lehetősége annak, hogy hinni fognak és üdvözülnek. Vagyis, Isten az ő beszédével adja nekünk ezt a legnagyobb ajándékot, amit a Szentírás üdvösségnek nevez, és az ő beszédének a hallgatása közben támad a mi születésünktől fogva hitetlen szívünkben hit. Az ördög azt akarja, hogy ne higgyünk és ne üdvözüljünk.
Isten azonban nagyon szeret minket, és azt akarja, hogy higgyünk és üdvözüljünk. És ennek érdekében beszélni kezd hozzánk. A Biblia mondatain keresztül, és az ige hirdetésen keresztül is. Mit jelent az üdvösség? Maga a szó azt jelenti, hogy megszabadítás, megmentés, megtartás. Isten minket meg akar szabadítani sok mindennek a halálos öleléséből, és meg akar menteni a bűneink következményétől, az örök szenvedéstől. Erre hív minket, ezért beszél hozzánk, ezért adta a kezünkbe az ő igéjét. Aki enged a hívásnak, az megmenekült. És miközben olvassuk vagy hallgatjuk Isten igéjét, aközben éledezni kezd, mint egy magához tér a szívünkben az a lebénult és elcsökevényesedett bizalom Isten iránt, amit a bűneset óta nem használunk, és ezért visszafejlődött. De miközben az Istenről szóló hiteles információkat hallgatja valaki, egyszer csak magához tér ez a bizalom, kezd hinni. Így van megírva a Róma 10:17-ben, a hit hallásból van, mégpedig az Isten igéjének hallásából. Eddig még senkivel nem találkoztam, aki ennélkül lett volna hitetlenből hívővé. Valami módon mindig azzal indul el az életünkben ez, és azzal folytatódik, hogy kezünkbe kerül egy biblia, vagy egy bibliai részlet, elkezdjük olvasni, vagy elhívnak valahova, ahol igehirdetés hangzik, és egyszer csak kinyílik az ember szeme, értelme, szíve, oda belehull az Isten igéje, és elkezd dolgozni. Mert amikor Isten igéjének a természetéről volt szó, láttuk, hogy az energiát fejt ki, történik valami a befogadott ige nyomán, átalakít bennünket Isten. Isten tehát azt akarja, hogy megmeneküljünk, értelmes földi életünk és örök életünk legyen, és azt akarja, hogy újra képesek legyünk kapcsolatba kerülni vele, vagyis higgyünk. Mind a kettő nélkül jövünk a világra, és mind a kettő úgy lehet a miénk, ha Isten igéjét olvassuk és hallgatjuk. Ezért nem mindegy, hogy hogyan hallgatjuk azt. Nos, röviden fussunk végig ezen a négy lehetőségen, amit Jézus ebben a példázatban említ. Azt mondja, van olyan mag, amelyik erre az ösvényre esik. Ezek az emberek azok, akik meghallották az igét, de azután eljön az ördög, kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Tehát ezek igét hallgató emberek, akiknek a szívébe bekerült az ige. De, teszi hozzá Máté evangélista, mert ő is leírja ezt a példázatot, mivel nem értik, ezért az ördög kiragadja a szívükből. Fontos tehát, hogy értsük azt, amit olvasunk és hallunk. Mert másként egész a felszínen marad, nem kerül be a földbe, csak rajta lesz a földön, és abból nem lesz gyümölcs, nem lesz termés. És ez két kérdést, két nagyon egyszerű kérdést intéz hozzánk. Megszoktunk-e mi mindent tenni annak érdekében, hogy értsük azt a bibliai szakaszt, amit elolvastunk? Egyáltalán olvassuk-e? És szoktuk-e érteni? Amit pedig nem értünk, mert természetes, hogy több ilyen is van, ott utána járunk-e? Akarjuk-e érteni? A másik, ha továbbadjuk másoknak, úgy mondjuk-e el, hogy az világos, érthető a számára? Ha például kisgyerekeknek lehet Isten szeretetéről beszélnünk, akkor az ő nyelvükön. Ugyanazt az evangéliumot, de érthetően. Nos, itt különösen az előbbire térjünk egy kicsit vissza, hogy értjük-e mi Isten igéjét, és vesszük-e a fáradtságot, hogyha nem értjük, akkor megértsük. Elolvassuk-e többször is. Előveszünk-e egy másik fordítást. Aki tud idegen nyelven, idegen nyelvű bibliákat is lehet kapni. Itt nálunk is néha. Összehasonlítjuk-e azzal? Imádkozunk-e közbe? Tisztában vagyunk-e azzal, hogy egyáltalán nem magától értetődő, hogy mi megérthetjük az Isten gondolatait? Hát maga Isten mondja, hogy nem az én gondolataim a ti gondolataitok. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb a gondolataim a tieiteknél. De ő lehetővé teszi, hogy megérthessük az ő gondolatait.
Csak ehhez ez az alázat, ez a nyitottság kell, meg azért rá kell szánni egy kevés időt is, és venni kell a fáradtságot is. Ezért nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy valóban Isten akar hozzánk szólni. A Biblián keresztül és az ige hirdetésen keresztül. Mert ha ezt valaki komolyan veszi, akkor megbecsüli azt, amit hall, mert megbecsüli azt, aki mondja. Ha én tisztelem azt, aki most éppen hozzám beszél, akkor nem zsebeldugott kézzel, félfüllel, kutyafuttából figyelek oda olykor-olykor rá, hanem amikor ő mondani akar nekem valamit, mindent félreteszek, ha valami dobozból szólt a hangorkán, kikapcsolok mindent, és csak ő rá figyelek. Mert tisztelem őt. Testvérek, ne játsszuk meg a vallásos, rendes embert, hogyha minket egész héten nem is érdekel, hogy Isten mit akar nekünk mondani. Az azt jelenti, hogy semmire se becsüljük őt. Lehet, hogy másoknak a tanácsát kikérjük, akinek a Bibliája csukva marad, az azt jelenti, hogy nem tiszteli Istent. Nem érdekli, hogy mit akar mondani. Nem ezt jelenti? Aki tiszteli őt, és aki tisztában van azzal, hogy életfontosságú igazságokat mond nekünk, az viszont mindenek elé oda helyezi. Sokszor a napi programja elé is, és azzal kezdi. És az rászánja azt a valamennyi időt, nem stopperrel méri kezdve. De nem két perc alatt fog átfutni néhány mondatot, amire már akkor sem emlékszik, mikor becsukja a Bibliát. Hanem az odafigyelés kéri is, hogy Uram, engedd, hogy megértsek most valamit, abból, amit te az én érdekemben mondani akarsz. Ellenkező esetben útfélre került mag lesz, aminek nem lesz gyümölcse. A másik, amit említ Jézus, hogy ami a kövek közé esik. Ott meg az volt a baj, hogy a vékony földrétegbe belehullva hamar kikelt az a mag, de alatta kövek voltak, és a nappali hőségben átmelegedett a föld alatti kő is, és egész éjszaka, mint a cserépkályha, ontotta magából a meleget. Szegény kis növényke nem tudott magához térni, éjszaka sem, amikor hűvösebb volt, egyszerűen megfőtt, megperzselte a gyökerét az átmelegedett kő. Legfőjebb akkor maradhatott volna életbe, ha áttör ezen a köves rétegen, és ott lejjebb talál nedvességet. De ehhez már az ige munkája kell, hogy valakiben ez megtörténjék. Nos, azt mondja Jézus, hogy ezek az emberek azok, akik hallották az igét, örömmel fogadták, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek egy ideig hisznek, amikor azonban szenvedést jelent hívőnek lenni, akkor elpártolnak. Nem gyökerezik meg bennük. Az előbbinél az volt a baj, hogy nem érti, ezért kikaphatja az ördög, itt meg az a baj, hogy nem vállalja egy ideig, amíg az kényelmes. Csendes héten vagyunk hívők között, ott könnyű, sőt egyenesen kívánatos hívőnek lenni, vagy hívőnek látszani. De hazamegyünk a nem hívő rokonok közé, a még kevésbé hívő munkatársak és osztálytársak, iskolatársak közé, és akkor mi lesz? Vállalja-e valaki akkor is Jézust és az ő igéjét, amikor emiatt megszólják? Vagy komolyabb hátratételt is szenved? Olvastam egy egyháztörténeti munkában, hogy a Domitianus féle keresztjén üldözés idején, az első század végén történt, amikor a keresztjének már a föld alatti temetkezési helyekre szorultak az istentiszteleteikkel, hogy istentiszteletet tartottak egy ilyen helyen, és beállított egy szakasz római katona. Végünk van. Mindenki számolt vele, innen visznek az oroszlánok elé, mert az volt akkor a szokás, hogy aki keresztjének vallja magát, cirkuszokban a nagy publikum szeme láttára kiéheztetett oroszlánokkal tépették szét őket. A szakasz vezetője azt mondta, aki keresztjén ide ebbe a sarokba, a többiek szabadon elvonulhatnak. Na most mi lesz? Egy ideig nem mozdul senki, aztán egyik is megindul a kijárat felé, másik is, harmadik is. Elmennek néhányan, a többiek ott maradnak. Mivel a szakasz vezetője, most, hogy magunk között vagyunk testvérek, mert mi is keresztjének vagyunk, szeretnénk titeket tájékoztatni,
hogy hol és mikor válható a következő üldözés, lehetőleg ne tegyétek ki magatokat életveszélynek. Nos, akik kimentek, azok, akik hallgatták az igét, de a köves helye esett. Amíg semmibe nem kerül, addig ott vagyok a többiek között. Amikor már áldozatot kellene hozni, vagy háthatételt kell miatta szenvedni, akkor már nem. Erre mondta azt valaki, hogy aki félig Jézusé, de félig a világé marad, az egészen az ördögé. És erre mondja Jézus, hogy csak egy ideig hisznek. Lelkesedni könnyű, de a lelkesedés az nem elkötelezettség. És Jézus neki elkötelezett tanítványokat vár. A harmadik eshetőség, hogy a gyomok közé esik. Még meg is nevezi a gyomokat, azt mondja, hogy a világ gondja, a gazdagság csábítása és az érzéki gyönyörök megfojtják az igét. Aki járt már sűrű erdőben, megfigyelhette, hogy felnyurgulnak ott a fák. Hosszú, vékony törzsük van, mert egymás fölé törekednek a lombjukkal, hogy fényt és teret biztosítsanak maguknak. Kegyetlen verseny folyik az életért, és kegyetlen verseny folyik lelki, szellemi téren is. Ezek az emberek is hallgatják az igét, be is fogadták, már el is indul az életváltozás bennük, sok jót elvégez Isten igéje, de akkor aktivizálódik az ellenség. Támadnak kételyek, kapnak megjegyzéseket, megszólal a velünk született tagadás, tudományos mezbe öltöztetett meg különféle áltudományos teóriákkal találkozunk, meg nap mint nap hallani kell, hogy hol élsz te, ma is ilyen ózsdi régi törvényekhez akarsz igazodni, nem lesz így belőled semmi, sokszor a kedves szülők mondják ezt a hitre jutott gyermekeiknek. Elindul a harc, és itt van ez a kemény, kegyetlen kifejezés, megfojtják az igét. Kioltanak egy életet, az új életet, ami elkezdődött a hívőben. Isten azonban arra biztat minket, hogy nem kell engednünk ezeknek a támadásoknak. Támadások mindig lesznek, de lehet győzni felettük. És aki tudja, hogy a győztes oldalán áll, Jézus oldalán, az meg is nyeri a harcot. Egy dolog fontos itt. Hadd idézzem megint Illyés Gyulát, ő ugyanezt a házastársi hűségről írta, de a Jézushoz való hűsége is érvényes. Nékem is a vakító veszélyben a hűség daca volt a menedéke. Akiben ott van ez a szent dac, ez az átgondolt eltökéltség, hogy amit az én Uram mondott, az igaz. Számomra az életet ő maga jelenti, akkor ő hozzám minden körülmények között ragaszkodom. Mondjon ki, mit akar, történjék velem, ami történik, ezen nem óhajtok változtatni. Ő engem elfogadott, ez nekem az élet, ő élte, bármit kész vagyok vállalni. Könnyű ezt elmondani, és adott esetben nehéz megvalósítani. De aki ettől nem tágít, az a hűség dacával ragaszkodhat Jézushoz, aztán közben tapasztaljuk, meg utána mindig látjuk, hogy nem a mi nagy ragaszkodásunk tartott meg minket, hanem ő. De fontos, hogy mi is kapaszkodjunk. És a negyedik, hogy azért jó földbe is hullik mag. És erről mit olvasunk? Akiknél a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és gyümölcsöt teremnek álhatatossággal. Hallgatják, értik is, befogadják, és a többit már az ige végzi el bennük. Gyümölcsöt terem. Hiszen gyümölcsöt nem lehet csinálni, az úgy magától jön ki belülről a fából. És a lélek gyümölcse is így magától, a lélek munkája nyomán terem a hívő ember életében. Talán megfigyeltük, bár az ilyen rövid szavakra ritkán figyelünk hallgatás közben, hogy az első három esetben egy ellentétes kötőszó, a de szerepelt ott. Hallgatja az igét, de kikapja az ördög, és nem lesz belőle semmi. Örömmel fogadja, de amikor baj van miatta, nem vállalja.
hallgatják az igét, de amikor elmennek, az élet gondja gazdagsága megfojtja az igét. Itt negyedszer pedig egy és van, amelyik összeköt, amelyik a folyamatosságra utal. Hallgatom, megéltem, befogadtam, és egyszer csak én csodálkozom, talán legjobban gyümölcsöt terem. A gyümölcsnek három jelentése van az Új Szövetségben, jelenti a megváltozott életet, a lélek gyümölcse, jelenti a Jézusról való bizonyságtételt, az ajkak gyümölcse, így nevezi a zsidókhoz írt levél, és Pál apostol leveleiben gyakran előfordul, hogy jelenti mindazokat a jó cselekedeteket, amiket mint hívő ember Isten indítására végez valaki. Ő maga nem is tartja számon, ez lesz neki a természetes. A megváltozott élet, a Jézusról való bizonyságtétel másoknak, másokért érzett felelősség szeretet jegyében, és azok a jó cselekedetek, amiket már Isten szavára végzünk. És ennek a feltétele az, hogy ne legyen bennünk ellenállás az igével szemben. A teljes belső azonosulása utal ez az és. Hallottam, és azt feltétel nélkül igaznak fogadom el, mert tudom, hogy ki mondta. És már el is kezdem cselekedni. És engedek neki. Ahogy Jézus a János 15-ben mondja, hogy ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, sok gyümölcsöt fogtok teremni. Van tehát, aki nem érti, nem is akarja érteni, nem strapálja magát, hiába hallgatta. Van, aki befogadta, de nem vállalja, és ezért sose tapasztalja meg az ige erejét, abba marad, ami elkezdődött egy ideig. Van, akinek az életében a gyomok erősebbek, és ő maga nem táplálkozik, hogy föléje nőjön a gyomoknak, és legyőzze azokat, és a szép kezdet után nem lesz gyümölcstermés. És van, aki hallgatja, igyekszik egyre jobban érteni, amit megértett, az cselekszi is, és megjelennek a gyümölcsök, és gazdagítani tud másokat. A gyümölcsök közül egy valamire szeretnék most még utalni, ez mint egy fükeléke már ennek az ige magyarázatnak, mert nem szorosan erről az igéről szól, de úgy tapasztalom, hogy sok hívő ember fejében sincs helyén ez a kérdés, pedig a Biblia olyan világosan ír róla. Az a tapasztalat, hogy aki így engedelmesen hallgat Isten igéjére, és dolgozik benne az ige, és egyre inkább megváltozik az élete, az ilyen emberek feltétlenül rácsodálkoznak előbb-utóbb arra a közösségre, amiben élnek, és elkezdik azt szeretni, és elkezdenek szolgálni annak. Többször hallottam már, hogy valaki, akinek így kinyílt a szíve Isten igéje előtt, ilyeneket mondott, hogy hát én most jöttem rá, hogy milyen kedves házastársam van nekem. Pedig már ráuntam, már sok rosszat mondtam róla, már semmit nem váltam a házasságunktól, de ez a házasság egy nagyon jó intézményám. És akár kis előadást tart róla a legfrissebb élményei alapján. És lehet, hogy évtizedek óta együtt vannak. Kinyílt a szeme. Kinyílik a szeme sokszor fiataloknak is a család értékére. És hibáira, és elkezdik javítani a hibákat, és munkálkodni azon, hogy legyünk mi igazán család, ne csak több együtt lakó albérlő társasága. És ugyanígy nyílik ki sok ember szeme arra, hogy hiszen én egy népnek a tagja vagyok. Beletartozom egy nagyobb közösségbe is. Nekem van hazám. Nem csak szülő anyám, hanem szülő hazám is van. És én ezt addig nem szerettem, és tehetek is érte valamit. És amit tehetek érte, azt elkezdem végezni. Azért érdemes ezt megemlíteni, mert sok hívő ember is úgy van, hogy amikor valaki beszámol arról, hogy ő szereti a népét, netalán jobban szereti, mint a többi népet, akkor ezt illetlen megjegyzésnek találják. Ezt magyarázni kell. Emiatt mentegetőzni kell. Ez ugyanaz a torzulás a gondolkozásunkon, mint amikor lassan már mentegetőzni kell, ha valakiről kiderül, hogy egész életében csak a feleségével élt szexuális életet. Ez lassan már szégyen, abnormális. Holott ez az Isten rendje. Nem itt tartanánk, hogyha ezt komolyan vennénk. Ez a kívánatos, ettől lenne boldog,
ettől is boldog lenne minden házasság és család és egy nemzet. Hát azért már ne kelljen bocsánatot kérnem azért, mert az édesanyámat jobban szeretem, mint a többi idős nénit. És hogyha egy csoport asszony együtt áll, én azokat ismeretlenül is mind tisztelem és szeretem. Még ha köztük van az ellenségem, őt is, ha hívő ember vagyok. De ha köztük van az anyám vagy a feleségem, csak őt fogom megcsókolni. A pozitív diszkrimináció itt egészen magától értetődő. És a Biblia is ezt tanítja. Aki megnézi, hogy Jézus hogy vélekedett ezekről a kérdésekről, láthatja, hogy ő aztán mindannyiunkat, minket pogányokat is nagyon szeretett, és az evangéliumot mindenkinek hirdette, de elsősorban az ő népét szerette. Pál apostol, a pogányok apostola, személyválogatás nélkül mindenkit beterelgetett volna, ha lehetett volna az Isten országába. De elsősorban a maga népéért érzett felelősséget. Ez tehát olyan gyümölcs, ami nem jó, ha hiányzik egy hívő ember életéről. Ezt nem kell szégyelni, nem kell magyarázni, emiatt nem szabad mentegetőzni. Az viszont bűn, hogyha egy ilyen közömbös, cserzett lelkűvé vált társadalomban, amiben mi élünk, hiányzik ez a szeretet és felelősség egy hívő ember életéből. És ebből, testvérek, az is következik egyebek között, hogyha valamit tehetünk, ami saját népünk jövőjéért, jobb létéért, akkor azt megtesszük. De ha valaki arra vágyik, hogy ott legyen a szívében ez a fajta szeretet, ha valaki felelősen gondolkozó keresztényként akar élni, ha valaki gyümölcsöket akar teremni, akkor azt kezdje el olvasni a Bibliáját naponta, és úgy hallgassa az ige hirdetést, mint amit maga Isten akar személy szerint nekünk mondani, annak érdekében, hogy sokkal hasznosabb tagjai legyünk egy családnak, egy munkatársi közösségnek, és ennek a sokat szenvedett nemzetnek. Ezért summázza Jézus a magvető példázatát ezzel a mondattal, vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert mindnyájan eljuthatunk oda, akiknél a jó földbe esett a mag, igaz és jó szívvel hallgatják, megtartják, és gyümölcsöt teremnek álhatatossággal. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, valljuk, hogy mindaz, ami jó és szép az életünkben, a Te igédnek az áldott munkája. Köszönjük ezt neked nagyon hálásan. És köszönjük, hogy ez csak a kezdet. Te egészen újjá tudsz teremteni bennünket. Te mindazzal meg tudsz ajándékozni minket, amire szükségünk van ebben az életben és az örökké valóságban, a Te teremtő igéd által. Annál inkább szégyeljük magunkat, Atyánk, amikor nem érdeklődünk a Te igéd után. Bocsáss meg, amikor elengedtük a fülünk mellett, bocsáss meg, amikor tudva engedetlenkedtünk neki, bocsáss meg, amikor nem is érdekel, hogy mi lenne a Te akaratod velünk. Támassz a mi szívünkben egészséges szomjúságot a Te igédnek az élő vize után, és add azt nekünk gazdagon, és add, hogy ne hiába olvassuk, és ne hiába hallgassuk. Valóban, hadd legyen ez igaz, hogy a szívünkben gyökeret ver és gyümölcsöt terem. És kérünk téged, hogy hadd tudjuk másoknak is nagy szeretettel továbbadni a Te igédet. Úgy is, hogy eléjük, éljük, milyen az az új élet, amit Te kiformálsz a beszédeddel, és úgy is, hogy adod a Te igéidet a mi szánkba, és tudunk helyén mondott igével vigasztalni, bátorítani, szeretettel inteni. Kérünk, segíts minket előbelépni e tekintetben. Könyörgünk azokért, akik még soha nem hallottak a Te szeretetedől. Erősítsd és áld meg azokat, akik olyanoknak hirdetik, akik eddig távol voltak tőled. És vedd körül a Te védelmeddel azokat,
akik a te igédért és a te szent nevedért készek szenvedéseket is vállalni. Kérjünk, segíts ebben a csendben folytatni az imádságot. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát teljád, és adjon neked békességet. Amen.